A teveli székely disznóvágáson a résztvevők a szokásoknak megfelelően szalmával beterítve perzselték az állatot. Erős Pál, a teveli székely kör elnöke azt mondta, a disznóvágások összességében eltűnőben vannak Magyarországon. Egy picit reneszánszát éri abból kifolyólag, hogy egy ilyen közösség kovácsoló hatása van, és mondhatnám, akkor inkább nem a hagyomány, hanem ilyen buli. Nálunk is inkább ilyen része, tehát egyik része a hagyomány, de az emberek összejönnek, egy picit pihennek, kikapcsolódnak, találkoznak, egy-egy üveg bort is hoznak, meg kínálgatják a saját termékeiket, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy jó közösség kovácsoló hatása van. Az eseményen a teveli svábok is minden évben jelen vannak. Ján Ernő is a közösségépítés erejét emelte ki. Nagyon sokan vannak, akik még nem láttak ilyen, nem láttak disznóvágást, nem tudják, hogy hogy van a disznópörzsölés, az nagyon sok fiatal van, és ez ugye most lehetőséget ad, hogy megismerik a disznóvágást, és a csoport összejön, a két csoport, és nekünk ez nagyon nagy élmény, hogy együtt lehetünk, együtt tudunk dolgozni, együtt tudunk mulatni. Fazekas Attila, Tevel polgármestere elmondta, hogy a településen nagy jelentősége van a disznóvágásnak. A közösség a lényeg, tehát igazándiból, tehát úgy gondolom, hogy egy kis település akkor tud megmaradni a mai világban, hogyha összefognak az emberek, és nem csak a népcsoportok, hanem a népcsoporton belül is, tehát muszáj összefogással, barátsággal lenni, hiszen akkor tudunk egy egységet alkotni, és ez nagyon fontos mindig. Körülbelül 80 ember vett részt az eseményen. A nap közös vacsorával zárult. A szervezők szeretnék jövőre is megrendezni az eseményt.